Már hagyomány, hogy városunkban Sátorai Újhelyen minden évben megünneplik a Magyar Kultúra Napját, melynek a Széphalmi Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma adott otthont idén is. Az ünnepséget Szamosvölgyi Péter Sátorai Újhelyváros polgármestere nyitotta meg. Beszédét egy sajnálatos hír közlésével kezdte, hiszen Grécsi László közismert magyar nyelvész 91 éves korában elhunyt. Egy perces néma csenddel tisztelegtek a jelenlévők a nyelvész emléke előtt. A város vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a magyar kultúrának hagyományát, mi voltát őrizni kell, a mai világban pedig egyre erősebben. A himnusz születésnapján, a Magyar Kultúra Napján mi másról is beszélhetne az ember, mely azokat az értékeket jelenti, amelyeket a magyar nemzet fennállása óta létrehozott. Ezek az értékek most ebben a pillanatban nem csak materiális értelemben érthetők, hanem szellemi és kulturális értelemben. Mindaz az életvitel, az életmód, a múltunk, a hagyományaink, a művészeteink, a tudósaink együtt alkotják a magyar kultúrát. Arról szeretnék néhány szót szólni. Egy kicsit párhuzamot vonva a gyerekek kicsik is kincses ládika gyűjtésébe, amiben belerakják mindazt, ami fontos számukra, fésücskét, kis karperecet, kicsike kis üvegláncot, ami nekik fontos. Na hát a magyar kultúra is egy ilyen kincses láda, amiben bele lehet rakni minden, eddig meg benne van minden, eddig létrejött kulturális kincsünk. A rendezvényen részt vett dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár is, aki elmondta, hogy felelősek vagyunk azért, hogy a jövő generációja is részesüljön a magyar kultúra hagyományaiból. Azt gondolom, hogy talán soha ennyire fontos nem volt, mint hogy ma talpon tudjunk maradni, hogy ma meglegyen az a fajta tartásunk és az a fajta gyökerünk, amiben tudunk kapaszkodni, amiben tudunk támaszkodni, amiben néha egy picit meg tudunk állni így a világ sodrásában, akkor meg tudjuk találni, hogy merre tartunk emberként, mik az irányok, mik a céljaink. Dr. Hörcsik Rihád országgyűlési képviselő már arról beszélt, hogy a magyar kultúrához nem csak az irodalom tartozik hozzá, hanem az éneklés, az imádság és a legfontosabb a magyar beszéd. A kultúra helyes értelmezésével és gyakorlásával őrizzük ezt a hagyományt, a szuverenitásunkat, és nagyon fontos, hogy legyen egy nap, amikor emlékeztetjük a fiatalabb generációt, hogy legyen kinek és kiknek továbbadni ezt, amit apáink, dédapáink megőriztek. Hát ezért fontos ez a mai nap, a Magyar Kultúra Napja, ami egyrészt szól a múltról, nem csak kölcseiről, hanem mindarról, ami a magyar kultúra kumlálódott itt például a Zemplénben és Abaújban, de szól arról a feladatról is, hogy mindezt átadjuk, emlékeztessük a fiatalokat, hogy legyen kiket és miket követni. Már hagyomány, hogy Sátorai Újhelyváros önkormányzata a közművelődési díjakat adományoz az arra érdemes személyeknek. Idén az egyik elismerést Fekete Csilla népdal énekes, énekzene népzene tanár vehette át. Megmondom őszintén, én csak tettem a dolgomat. Én egyszerűen szeretek énekelni, és hogyha hívnak, megyek. És ez nálam teljesen természetes. Én jól érzem magam, hogyha énekelhetek. Nyilván megvan még mindig az a vizsgadrók, az a lámpaláz, amit a színpadon átél az ember, de jól esik. Szeretem támogatni a kultúrát, tanítom a gyerekeket, és én nem díjra vágytam, én egyszerűen csak szeretek énekelni. Közművelődési díjban részesítették még Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eseményen. A jeles nap alkalmat adott arra, hogy bejelentsék, hogy Dombóvári János hegedű tanár, a Lavota János Alapfokú Művészeti Iskola örökös igazgatója Budapesten vehette át a Kultúra Lovagja címet, a zene és a művészeti oktatás érdekében kifejtett életművéért. Az elismerést a Falva Kultúrájáért Alapítvány adományozta neki.